Ez egy automata keratorefraktométer, amellyel a szemnek a fénytörését tudjuk mérni. Akár rövidlátó, akár távollátó, akár valamilyen úgynevezett asztigmiája, fénytörési hibája van. Ebből lehet látni az, hogy ha hirtelen megnő a tengelyhossz, akkor ugye hirtelen megnő a rövidlátósága, tehát hogy azzal a gyerekkel foglalkozni kell. Márpedig mostanában egyre több olyan páciens kerül dr. Dehelán Aurélia látókörébe, aki rövidlátással küzd. A főorvosnő megosztotta velünk, hogy nemrégiben egy makói iskolában végzett vizsgálat alkalmával 22 gyerekből 11-et szűrt ki, aki rövidlátó. Ez azonban, mint mondta, nem csak helyi probléma. Míg a világon az elmúlt években a 14 év alatti korosztály 20%-át érintette a miópia, addig napjainkban ez a szám 40%-ra emelkedett. Ennek orvoslására nemrégiben született egy hatékony megoldás, melyet már Makón is alkalmaznak. Kende picikora óta nagy dioptriájú szemüveget visel. Azonban ennek az új módszernek köszönhetően kontaktlencsére tudott váltani, mely sokkal jobb és kényelmesebb megoldás számára. Messzire nem láttam, szemüveg kellett, és akkor írtak fel, hogy mondták, hogy lehet. Nem szerettem a szemüveget, mert kontaktlencse jobb. Azért jobb, mert tisztában látok. A Hongkongból származó eljárás egy speciális lencse kialakítást jelent, mellyel lassítható a rövidlátóság fokozódása. Minél kisebb dioptriánál észlelik az elváltozást, annál hatékonyabb a módszer, osztotta meg velünk a doktornő. Ugye nyaranta, amikor a gyerekek nőnek, olyankor nő a dioptriájuk is, olyankor nő a rövidlátóságuk is, és akkor azt tapasztaljuk, hogy sokszor van úgy, hogy 2-3 dioptriát is romlik a szeme. Ez ellen már többféle próbálkozás volt. És aztán ugye Hongkongba kitalálták ezt az új szemüveglencsét, amitől azt várjuk, hogy 2 éven belül nem fog a gyereknek a rövidlátósága fél dioptriánál nagyobbat nőni. A szakember 4 alapvető szabályra is felhívta a figyelmet. Napi 2 órát töltsön a gyermek a szabad levegőn, számítógép előtti ülésnél 20 percenként 20 másodpercre 20 méter távolságra nézzen el. Elengedhetetlen a megfelelő mennyiségű alvás és tanuláskor az, hogy minimum könyöktávolságból olvassa a könyvet. Mindezek betartásával elkerülhető, de legalábbis késleltethető a rövidlátás kialakulása. Végezetül azt tanácsolta, hogy szülőként fokozottan érdemes odafigyelni arra, hogy a család minimum iskolakezdés előtt részt vegyen egy szűrővizsgálaton. A miópia hatékony kezelési módszeréről jövő heti egészségmagazinunkban kedden Híradónk után láthatnak többet.